Drága szerelmem Fuzsina, nagyon vártam már ezt a napot. Pontosan 10 éve, hogy találkoztunk a Dunaparton, és már akkor tudtam, hogy szeretném, hogy a feleségem legyél. Úgyhogy eljött ez a nap, nagyon izgulok, hogy mennyire szépek leszünk, meg mennyire szép leszel, mennyire jó lesz. Várom, hogy kigyere, és megláthassalak. Nagyon várom ezt a mai estét, hogy jó legyen és szép legyen, és soha ne érjen véget. Nagyon szép vagy. Nagyon szép vagy, és nagyon fogom nézni. Te is nagyon csinos vagy, pacát. Akkor mehetünk. Ez egy nagy nap. Igen. Élvezzük ki. Úgy lesz. Ne stresszel. Nem, nagyon izgulok. Igen? Te se? Nem. Nem, este meg. A nap, melyre oly régóta vártok. Kéz a kézben, szeretteitek előtt álltok. Megállt az idő is, titeket figyel. Két embert, kik egy közös úton indultak el. Ha most mélyen egymás szemébe néztek, szavakkal leírhatatlan, amit éppen éreztek. Te vagy az, kivel megosztom mindenem. Te vagy, kiével egybeforr az életem. Egyetlen szó csupán, igen. Ennyi kell, hogy mindez örök legyen. Yeah.
Fruzsina, Bettina, hogy az itt jelenlévő Budai Ádámmal házasságot kötsz. Igen. Köszönöm. Kijelented-e Budai Ádám, hogy az itt jelenlévő Csáti, Fruzsina, Bettinával házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Egybehangzó kijelentésetek alapján megállapítom, hogy Budai Fruzsina Bettina és Budai Ádám a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében viszont házastársak. Szerintem egy nagy tapsot megérdemelnek. Minimum 62 év. Something to ignore. You take me for a fool. You take me for a fool. Milyen érzés volt tanulnak lenni? Nagyon izgultam, de nagyon-nagyon örülök, hogy Fruzsi engem választott a tanuljának, és nagyon örülök, hogy itt lehetem aztán. Gyönyörű volt. Kaptam egyet, de azóta se történt semmi, tehát nem tudom, hogy ez... Tehát kell még egy, és akkor tudom. Nagyon örültem, hogy engem kértek fel tanulnak, hiszen párkapcsolatú kezdetén én presszionáltam Ádámot, hogy a Fruzsit próbálja meg meghódítani. Sikerrel jártunk, és hát 10 év után itt tartunk, úgyhogy ezúton is még egyszer nagyon sok boldogságot kívánok nekünk. Nem, mondom, nem látok semmit. Jó, örülök, hogy elmondtad. Mindig figyeljenek a másikra. Ez nagyon fontos. És minden egyébként. Reggel írják le, hogy szeretlek. Mint én. Minden reggel leírom a feleségemnek, hogy szeretem. Igen. Meg is kapja, így van? Igen, és minden nap főzön a Fruzsi az Ádámra, mint ahogy én is rád. És akkor már nem lesz nagy probléma. Ennyi. Két éves házasok, legalább ennyit nektek is, ha nem duplát. Úgyhogy szépen gratulálok, és remélem nagyon-nagyon sokáig boldogok lesztek. A legkisebb lányom ment férhez, nagyon boldog vagyok, hogy talált magának egy ilyen embert, akivel nagyon régóta együtt vannak, és kívánok nekik minimum 2 gyereket, hogy 2 unokával gazdagodjunk, mert csak 3 van. És legyenek boldogok! Munkra ez egy különleges nap, mert 2 gyerekünk van, és a kisebbik szánta magát arra, hogy összekösse az életét Fruzsinával. Fruzsit 10 éve ismerjük mi is, szinte az ismerkedésük után. Mindig a lányunknak gondoltuk a Fruzsit, és most, hogy hivatalos lett, ez egy még csodálatosabb érzés. Yes, please. Won't you come and put it down on me?
feleség dolga, hogy a családi melegséget megvalósítsa. Ebben a Fruzsi nagyon jó fog produkálni, azért, mert ő is fogja használni azokat a tanácsokat, amiket Istentől kap, és kívánjuk nekik azt, hogy a hármas kötél tényleg egy örökké valóságon át tartsa őket össze. Hajrá, Fruzsi és Ádám! Egy örök életen át.